A megnyugtató muzsikát az adományozók hangja zavarta meg. A csendelő elnevezésű relaxációs szobát ugyanis kivételesen azok vették birtokba egy pár percre, akiknek köszönhető, hogy ez megvalósulhatott. A Csemetedoki projekt innovatív része a fény- és hangtechnika alkalmazása. Ebben a szobában a babák és az édesanyák is relaxálhatnak. Ha megnézzük ezeket a csöpp kis életeket, a pár száz grammal született gyermekeket a koraszülött részlegen, átérezhetjük, hogy mekkora szükségük van a kicsiknek, de a mamájuknak is feltöltődni. Erről beszélt a részlegvezető főorvos dr. Kelemen Edit a mecénásoknak. A teljes audiovizuális csomag többi eleme így a gyermekszobákban a hanghatások az elalvásban és a békés ébredésben segítik a kicsinyeket. Egy speciális ágyat is megtekintettek az adományozó cégek képviselői. Ezekből összesen 10 darabot tudott vásárolni a kórház. A tavalyi alapítványi bevételének egy részét fordítottuk arra, hogy speciális székeket vásároljunk az onkoradiológiai központ, a sürgősség és a neurológiai osztály számára. Ugye ezek olyan speciális székek, amelyek legkülönbözőbb módon dönthetők, állíthatók, mindezt elektromotorok végzik. Ezzel a prezentációval lezárult az országban egyedülálló Csemetedoki projekt, amihez a Kecskemét Film Kft. Ingyenesen ajánlotta fel a 100 magyar népmese és a Vízipók Csodapók filmsorozatok jogainak az átadását. A Kecskeméti stúdió, mint fővállalkozó valósította meg az úgynevezett Csemetedoki projektet. Mikulás Ferenc, a Kft. Ügyvezető igazgatója most sem jött üres kézzel. A 100 magyar népmesek kötetét és egy társasjátékot ajándékozott a kisbetegeknek. A kórház vezetése pedig oklevelekkel köszönte meg a támogatók nagy lelkűségét.